egyike volt azoknak, akik megfogalmazták, megírták a magyar alaptörvényt. Kérem, fogadják hatalmas szeretettel a CPAC Hungary színpadán Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezet. Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket, megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Lengyelország korábbi miniszterelnökét, köszöntöm azokat a vendégeinket, akik az Egyesült Államokból, a CPAC hazájából érkeztek, és köszöntök mindenkit, aki úgy gondolja, hogy abban az országban, ahol él, tenni tud azért, hogy egy a józan ész alapján szerveződő konzervatív világ lehessen újra az az ország és az a kontinens, amelyet mindannyian szolgálunk és ahol élünk. És köszöntjük mindenkit Budapesten, amely a szabadságvárosa. Szabadságvárosa volt 1848-ban is, amikor osztrák és cári seregek verték végül le a magyar szabadságharcot. A szabadságvárosa volt 1956-ban is, amikor a Szovjetunió katonáival és lánctalposaival voltunk kénytelenek szembenézni. A szabadságvárosa volt 1989-ben, amikor a kommunista diktatúra véget ért, és amikor sikerült kiharcolni a szabadságot. És 20 éve lesz, hogy az Európai Unióhoz csatlakoztunk. Úgy gondoltuk, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás az az intézményesített szabadság világába való bebocsátást jelenti. És ehhez képest 20 év után azt látjuk, hogy az Európai Unióban is mi képviseljük a szabadságot, nekünk kell megküzdeni a szabadságért, és mi vagyunk azok, akik ma is úgy gondoljuk, hogy mindenkinek lehetősége van a véleményét elmondani, akkor is, hogyha eltér a miektől. A helyzet van az, hogy Brüsszelben ez alapvetően változott meg. Brüsszelben a tüntetést nem lehet megtartani, mert még egy konferenciát sem lehet megtartani, hogyha olyan erők szervezik, akik hagyománytisztelők, hogy idézzek abból a határozatból, amelyel egy héttel ezelőtt egy konzervatív konferenciát betiltottak. Azt látjuk, hogy ma Európában a szabadság van veszélyben, és a szabadság azért kerülhetett veszélyben, mert a ma Európát uraló liberális fősodor éppen úgy gondolkodik a jogról, mint ahogy a kommunisták gondolkodtak. A liberálisoknak és a kommunistáknak a jogról ugyanaz a véleménye, hogy az nem más, mint a politika szolgáló leánya. Aggódhatunk tehát Európáért, hiszen ha végignézünk Európán, akkor azt látjuk, hogy azokat az országokat, amelyek erősítenék az európai identitást, amelyek hagyományos, konzervatív értékeket képviselnek, amelyeknek társadalmaiban a józan észnek nagy többsége van, tőlünk délre nem is akarják felvenni az Európai Unióba. Évek vagy évtizedek óta hidegetik őket azzal, hogy egyszer majd az Unió tagjai lehetnek, de mindegy, hogy milyen feltételeket teljesítenek, mert nincs meg a politikai akarat ahhoz, hogy ők is az Unió tagjai lehessenek. Nyugat-Európában azt látjuk, hogy a társadalom olyan mértékben változott meg, hogy nagyon kevés esély van már arra, hogy a józan ész képviselő konzervatív erők győzzenek. És ezért aztán jobban mondhatjuk, hogy ma Európa reménye, Európa jövőjének, mondhatni túlélésének garanciája Közép-Európa. Magyarország jó példával akar előjárni, ezért tudjuk azt igazolni, hogy 14 éve egy konzervatív kormány sikeresen lehet ebben az országban. 14 év alatt nagyon sok választást tudtunk megnyerni, újra és újra ki tudtuk érdemelni a polgárok bizalmát, és joggal remélhetjük, hogy az előttünk álló választásokon, az önkormányzati választásokon és az európai parlamenti választásokon is ismét bizonyítani tudjuk, hogy a magyar választópolgárok nagy többsége a normalitás, a józan ész és a konzervatív kormány és kormánypártok mögött áll. Az Egyesült Államok fontos szövetségesünk. Az Egyesült Államokban ez a küzdelem nyitott, és ma az esélyek jobbak, mint korábban bármikor. Azt látjuk, hogy ha minden jól alakul, akkor jövő év januárjától az Egyesült Államoknak konzervatív elnöke,
konzervatív többségű szenátusa és képviselőháza lehet. Azt szeretnénk, hogy ez így legyen, azt szeretnénk, hogyha olyan Amerika lenne, olyan amerikai vezetés lenne, amelyel Magyarország és Európa együtt tud működni, ahol nem különböző emberi jogi jelentésekben kritizálják a szövetségeseket minden alap nélkül, olyan problémákat említve, amelyek vagy nem léteznek, vagy sokkal súlyosabbak pillanatnyilag az Egyesült Államokban, mint a kritizált országban. Szeretnénk egy olyan együttműködést, ami világossá teszi, hogy az Egyesült Államokban még nagyon sokan vannak, talán Európa bármely más országánál többen vannak azok, akik kereszténységben, konzervativizmusban gondolkodnak, és akik a józan észt tartják az emberi élet legfontosabb ügyeiben vezérfonalnak. Éppen ezért sok sikert kívánunk ahhoz, hogy novemberben, november 5-én a választások jól sikerüljenek. Ez nekünk legalább annyira érdekünk, vagy majdnem annyira érdekünk, mint az amerikai barátainknak. Végül pedig szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét arra, hogy Magyarország jó példa abban a szempontból is, hogyha valaki csak és kizárólag a számok világát nézi, az objektív eredmények alapján akarja megítélni a mögöttünk hagyott 14 év kormányzását, akkor is óriási eredményeket lát. Sikerült a mély szegénységben, nélkülözésben élők számát több mint felére csökkenteni. Láthatjuk azt, hogy a ma minimálbér 3,5-szer nagyobb, az átlagbér 2,5-szer magasabb, mint amilyen 14 esztendővel ezelőtt volt. Azt is láthatjuk, hogy Magyarországon több mint 1 millió emberrel többen dolgoznak, mint 2010-ben. És az a gazdaságpolitika, amit folytatunk, lehetőséget adott nagyon sokaknak, akik korábban távol álltak a munkavilágától, hogy bekapcsolódjanak ide. Úgyhogy azt szeretném mindenkinek figyelmébe ajánlani, hogy egy konzervatív kormány is lehet sikeres, és hogyha egy konzervatív kormány hiteles és sikeres, akkor az a választópolgárok bizalmát is kiérdemelheti. Bízunk benne, hogy konzervatív fordulat lehet Európában, konzervatív fordulat lehet az Egyesült Államokban, és amikor legközelebb találkozunk, akkor azok a barátaink, akik ma úgy vannak itt, hogy ellenzéki pártokat képviselnek, immáron kormányzati tisztségviselőként lesznek jelen. Ebben a reményben kívánok sikeres konferenciát, és azt, hogy az a folyamat, ami a CPAC-nek az Egyesült Államokon kívüli megrendezésével indult, tovább folytatódjon, és ebben a CPAC Hungary Budapesten az Alapjogokért Központ szervezésében kiváló példa, remek kísérlet, sőt mostanra azt mondhatjuk, hogy bizonyított rendezvény egy olyan nagy összejövetel, ahol mindenki tudhatja, hogy Európa konzervatívjaival találkozhat. Sok sikert kívánok, köszönöm szépen a figyelmet.